Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Mi van vele? Rossz irányba halad. És azon kívül? Először is. És azon kívül? Sok az etikátlanság. Elnyomás. Szeretet hiány. Kizsákmányolás. Manipuláció. Korrupció. Na, akkor még egy kérdés. Mi az értelme az életednek? Ezt a kérdést föltennéd az embereknek, hogy miket válaszolnának? Mit tudom, hogy föltennéd azt a kérdést, hogy tudod, mi az értelme az életednek? Mit mondanának? Most mondjuk tőletek, megkérdezem. Tudod, mi az értelme az életednek? Hát az lenne, az jó értelme lenne. Jó értelme lenne az életnek, hogyha azt tudná mondani az ember, vagy azt tudnák mondani az emberek, hogy jobbá tegyük a világot, az az értelme az életemnek. De vajon ezt mondanák? De vajon mit mondanának? Úgy kíváncsi lennék, szerintetek. Családgyerek. Családgyerek? Igen. Aha. És akkor az állatnak mi az értelme az életének? Én utána ezt a kérdést tenném föl rögtön. Ugyanaz. És akkor most mi különbség van közted meg egy állat között? Jó, ezt már nem tenném föl ezt a kérdést, mert ez nagyon durva, tudod. De lehet, hogy rávezetném. És akkor mi nem vagyunk értelmesebbek, mint az állatok? Nem kellene valami komolyabb célja, nem? Hát most gondolj bele, hát egy állatnak nem sok esze van, nem? Semmi. Konkrétan semmi. Így van. Hát konkrétan semmi. Tiszta ösztönlény. Most itt van az ember, óriási ésszel megáldva, legalábbis a legtöbb ezt gondolja magáról. Nem? Hogy neki mennyi esze van, és akkor körülbelül annyi az értelme az életének, mint az állatnak. Nem? Nem fura? És így el lehetne gondolkodni, hogy biztos, hogy neked annyi az értelme az életednek, mint egy állatnak. Hát, ha van valami értelmesebb dolog is, nem? Hát most gondolj bele, hány olyan kapcsolatról hallottál már, ahol nem is akartak gyereket, azt összejött? Igen. Nem? Tehát baromi sok ész kellett hozzá, hogy megcsinálják azt a gyereket? Nem igazán, nem? Nem sok ész kellett hozzá. Hát a legbutább ember is tud gyereket csinálni, hogyha belsőleg ugye rendben vagy, nem? Nem itt belsőleg, hanem itt alul. És akkor utána mondanák azt, hogy felnevelni, nem? Hát ez meg komoly feladat. És utána? És ha felnevelted, akkor utána mi a küldetésed? Mi lenne az értelme az életednek? Inkább úgy. Ugye ez a küldetés szó ismeredek sok embernek. Tehát mi az értelme? Mondjuk megnézzük. Mindenki hallott már olyanról, hogy változó kor, nem? Hallottunk ilyenről? Nem a korszakról, hanem az egyén esetében. Van változó kor,
Ugye ez általában mikor szokott kezdődni? Na mikor? Változó. De ugye általában 20 évesen? Nem. 30 évesen? Akkor sem. 40 évesen? Akkor sem. Hát 40 évesen még nem, inkább 40 év után, nem? Ha 40 évesen még nem hallottam változó korról, inkább olyan 45 fölött, nem talán? Akkor már esetleg előfordul. Hát ugye ezt azt mondjuk, hogy 7x7, 49. Tehát ugye általában olyan átlagos van 49 kor után, vagy 56 után, hát kinél hogy. Tehát ugye az embernek van egy ilyen 7 éves periódusai. És mit jelentene a változókor? Tudjátok? Na mit jelentene? Változ, benne van a nevébe. Változ, ókor. Nem? Változ, öregkor. Magyarul öregkorra meg kellene változni, nem? Hol? Hát azt mondják az emberek, ha megváltozunk, megöregszünk. Nem? Hát nem megöregedni kellene, itt kéne megváltozni. Itt belül. De hát erre most hallgatnak a fiatalok, és azt mondják, ó, hát én még fiatal vagyok, akkor nekem nem kell megváltozni. Ugye, ha valaki bemegy a változókor környékére, az azt jelenteni, hogy addigra már fel kellene nevelni a gyerekét, sőt, a gyereknek ki is kellene repülni, vagy inkább úgy mondanám, hogy önálló életet kellene élnie a gyereknek. Tehát mit tudom én, mondjuk egy 49 éves korra, vagy 45 után már felnőtt gyerekkel kellene rendelkezni. És így szokott mostanában ez lenni? Nem így szokott mostanában lenni, nem? Érdekes mond. Hanem hát valahogy később jön az a gyerek, nem? Most mondok egy érdekes dolgot. Tehát minél fiatalabb valaki, annál alkalmazkodóbb nem csak ő saját maga, hanem a szervezete is. Sőt, bármilyen testrésze alkalmazkodó. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy 20 éves nő szül egy gyereket, akkor gyakorlatilag neki még simán visszaalakulnak az alkatrészei, amit megviselt a szülés, mondjuk a pocak, stb. Stb. Ez általában olyan 28 éves korban van a forduló. Tehát 28 éves kortól egyre kevésbé alkalmazkodó a szervezet, és egyre inkább nyomot hagy az, hogy ő gyereket szült. Na most hogyan oldják meg ezt a kérdést? Hát úgy, hogy nem szülik a gyereket, hanem kivágják belőle. Szebben úgy hívják, hogy császár. Megcsászározzák. De igazából szó szerint kivágják a gyereket belőle, nem? Fővágják a hasát, és kiszedik a gyereket. Na most, éppen beszéltünk valakivel, aki szülészeten dolgozik, és mondja, hogy 12-ből gyakorlatilag egy rendes szülés, a többi császár. Jézusom, szó szerint, képzeld el. Jézusom. És nem azért császározzák, mert nem tudná megszülni. Nehogy azt hitt, mert régen azt császározták, aki nem tudott szülni. Hanem azért, hogy ne szenvedjen, és hetekkel előtte kiszedik a gyereket, mielőtt természetes úton szülne. És akkor ilyeneket szednek ki, hogy még 2 kiló sincs. Olyan gyerekeket szednek ki, hogy például nem tud szopni. Még nem alakult ki benne a szopás ösztön. Mert még az az ösztöne van,
Tudod, hogy a köldökzsinóron keresztül kapja a tápanyagot. És nem tud szopni a gyerek. Érzed-e? Arról nem is beszélve, hogyha császárosan szül valaki, ugye akkor sokkal hamarabb indul el a tej elválasztás, tehát a tej kiválasztás. Tehát sokkal később tud szoptatni, tehát sokkal többet kell szívni a gyereknek, hogy ugye beinduljon az anyatej. Tehát most gondolj bele, itt vannak az anyák, drága csillagok, és akkor úgy kiszúrnak a gyerekkel, hogy csak úgy fütyül. Érted? Tehát nem a gyerek a fontos, hanem ő maga. Érted? Na most, ráadásul ugye a legtöbb nő, hát nem, mit tudom én, 20 pár évesen szül. Tehát ugye egy olyan világot élünk, ahol mindenki szép akar maradni, főleg a nők, nem? Mondom, tegnap elnézegettem a férfiakat, meg a nőket is. Hol? Hát voltunk részben ma, részben tegnap egy ilyen olyan szórakozó helyen, Lenvidéken, ahol ugye táncos, vacsorás szórakozó hely volt. És hát ugye voltunk vagy 100-valahányan, nem egy társaság, hanem úgy tudja az étterembe. És ugye néztem a én korosztályomat is, és az én korosztályomban az összes nő festette a haját, majdnem, talán nem is láttam olyat, aki nem. Hát hál' Istennek még a férfiaknál nem láttam ezt. De már van olyan, aki például, múltkor találkoztam egy férfival, velem egy idős, illetve idősebb egy éve, és korom fekete haj. Egy szál őszhajszás. Festeti a haját. Na most, lényeg az, hogy ezt most én mondom, mert egy olyan világot élünk, ahol mindenki szép akar lenni, főleg a nők, tudjátok, hát szépek akarnak lenni, de még 60 évesen is, meg 70 évesen is szép akarnak lenni. És hát valahogy nincs annyi sütnivalójuk a fiatalabb korosztálynak, nem akarok senkit megbántani, tisztelt a kivételeknek, hogy átgondolja mondjuk a szülés kérdését. Tehát azt mondaná, hogy hát minél hamarabb meg kéne szülnöm, hogy visszaalakuljak szülés után. Érted? Ezért mit csinálnak? Minél később szülnek, 35-40 évesen, és akkor gyakorlatilag nem alakul vissza semmi. Tehát itt a 40 évesen már közel nem tud úgy visszaalakulni, mint 20 évesen. Ami azt jelenti, hogy mit tudom, milyen csüngő hasú lesz. Tudod, mit van az a malac? Igen, vietnámi csüngő hasú. Stb. Tudod? Hát de most könyörgöm, ha egy olyan világban élünk, hogy az ember szép akar maradni. Tehát azt akarja, hogy mit tudom én, ne viselje meg a gyerek ugye cici szopása, ne legyen lógó a melle, hát ha 20 évesen elkezd szoptatni, akkor nem lesz utána lógó mellű. De ha 40 évesen kezd el szoptatni, akkor tudja, hogy lógó mellű lesz. Ez hódziher. Na most, hát ha már minden nő szeretne szép lenni, érted? Akkor miért nem gondolkodnak? Akkor talán előbb kellene szülni, nem? Tehát nem 40 évesen kellene szülni, vagy 35 fölött, hanem 20 pár évesen szülni kellene, és akkor mindez gyönyörűen visszaalakul. Hát de én tudom, hogy az baromi nagy üzlet, hogy utána meg kell az embereket plasztikázni, tudod? Megplasztikázzák őket. És mit tudom, egy plasztikai műtét, mit tudom én, mondjuk a hasát megműtik, egy millióért. Mondjuk a ciciét, két ciciét megműtik,
másfél millióért, kész. Érted? És akkor már 2,5 milliót kidobott az ablakon. De nem tudom, a legtöbb ember 2,5 millióért mennyit dolgozik, de általában nem 1-2 hónapot. Nem? Szóval a lényeg az, hogy egy, én azt látom, minthogyha ez a világ, a média által uralt világ, az ilyen teljesen ilyen tudatlanná teszi az embereket. Tehát ilyen, ami azt jelenti, hogy mintha nem tudnának gondolkodni. Tehát mintha egy számítana az érzelem. Na most akkor gondolj bele, mit tudom, hogy megszül egy nő 40 évesen. És ugye manapság, hát késő repülnek ki a gyerekek. Tehát az azt jelenti, hogy sok esetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 év körül ugye kirepültek az emberek a családból. Tehát gyakorlatilag akkor 65 lesz, vagy 70, mire kirepül a gyerek a fészekből. Érted? És akkor azt mondja már, hát már hova legyen küldetésem, hova legyen valami értelme az életemnek, hát már olyan öreg vagyok, mint az országút, hát már energiám semmi, tudod. Mert hát ha az ember mondjuk egy küldetést teljesít, tehát valami értelmet akar adni az életének, akkor ahhoz energiával is rendelkezni kell, nem? És abban benne kell lenni a fizikai energiának is. Tehát mit tudom én, mondjuk saját példa. Mondjuk én az emberekkel való foglalkozást, mondjuk nem. Azt mondja, hogy 26 évesen kezdtem volna, hanem mondjuk 65 évesen. Elég érdekes lett volna. Ugye 26 évesen kezdtem. Ugye az első előadást emberek előtt azt 32 évesen tartottam. Igen, 32 évesen. Most mondjuk csináltam volna 70 évesen. Ugye 32 éves korom óta több ezer előadást csináltam, több ezret, de most lassan már olyan 3000-nél tartunk. Na most fizikailag, ha én ezt mondjuk 65 vagy 70 éves korba kezdtem volna, akkor ezt hogy tudtam volna megcsinálni? Sehogy. Képtelenség lett volna. Na most, hát ugye az emberek nem gondolkodnak, csak követik a hülyeséget, mennek a hülyeség után, szó szerint, értsd. Mert egy kicsit belevinnék a saját logikájukat, a saját gondolkodásukat, akkor rájönnének arra, hogy nem. Tehát nem az értelme az életünknek, hogy mondjuk együnk, ígyunk, legyen családunk, felneveljük, aztán majd meghalljunk, meg esetleg besegítsünk az unokába. De hát az hogyan segítsen be az unokába, aki 70 évesen teszi le a gyerekének a nevelését? Mit fog csinálni az unokával mondjuk 80 évesen, vagy 75 évesen? Hogy fog játszani velük? Hát lehet, hogy még sakkozni tud vele. Érted? De más nem nagyon. Hát fára mászni nem fog vele, meg a kúszni, mászni a szobába se vele. Az hód biztos. Na szóval érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni, hogy vajon mi az értelme az életnek. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy együnk, ígyunk, pihenjünk, meg legyen családunk, legyenek gyerekek, neveljük föl,
Hát most ezt megnézzük, ez pont egyenlő egy állattal. Az állat is eszik, iszik, van családja, nem? Fel is neveli, nem? Meg pihen. Nem? Pihenni nagyon szeretnek az állatok, kivétel a hangya. De hát ez bogár, ugye, bár az is állat. De hát mondjuk nézzük a fejlettebb állatokat, nem? Szeret a kutya is pihenni, nem? A macska is szeret pihenni, így van. Majom is szeret pihenni, főleg a lajhár az nagyon. Szóval a lényeg az, hogy sok ember mintha a lajhártól származna, nem? Szóval valahogy mintha az evolúciót onnan indították volna sok embertől, a lajhártól. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hát ennyire vagyunk képesek? Ha nehogy már, ha nehogy már ennyire legyünk képesek. Ha nehogy már ugyanannyira legyünk képesek, mint az állatok. Nem? Na most talán mondok egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Mondjuk valaki idősebb. Ahhoz kell mondjuk fizikai energia, érted, hogy mit tudom én, valaki kiálljon emberek elé, és akkor itt álljon órákon keresztül, érted, meg beszéljen. Ez kell fizikai energia. De ahhoz nem kell, hogy valaki leüljön számítógép elé, vagy kezébe fogja, kérem a telefonomat. Köszönöm. Kezébe fogja a telefont ülve, és szervezzen. Az mennyi energia kell? Köszönöm. Hát nem sok, nem? Épp annyi, hogy ne aludj. Nem? Tehát több egy kicsivel, mint ha aludnál. Nem így van? Tehát lehet, hogy annak az illetőnek nem lesz arra energiája, hogy kiálljon emberek elé hosszasan. De azt például miért ne tudná megtenni bárki, hogy kimenjen a színpadra, elmondja ő, hogy mit tudom én, hogy hívják, nem? Honnan jött, mi a foglalkozása, mi a családi helyzete, ki az, aki segítségével elérte a szervezési eredményeit, nem? És elmondja azt egy-két tanácsot, hogy a többieknek, ami így jön séróból. Na most, és ki legyen mondjuk pár percet a színpadon. És avval mintát mutasson mások számára. Ez nem sok energia kell, nem? Tehát ezt bárki meg tudná csinálni, nem? Nem így van? És akkor utána, amikor mielőtt lejössz a színpadra, megtapsolnak, hogy ügyes voltál. Érted? Tehát nem energiát viszel, hanem energiát ad, hogy rád figyelnek ott. Mit tudom én, több száz ember. Érted? Na most, ugye például úgy van kitalálva a rendszerünk, hogy nem azért kap az ember jutalékot, mert előadást tart, hanem azért, mert szervez. Érted? Azért, hogy előadást tart, azért nem kap egy vasat se. De azért, hogy szervez, azért kap. Na most, de mit szervezünk? Minek szervezünk? Tehát én világéletemben azt éreztem, hogy én kilógok a sorba. Én nem azért vagyok itt, ezt így nem tudtam gyerekkoromban megfogalmazni, ezt már felnőttként fogalmaztam meg, nem azért vagyok itt, mint amiért a többi gondolja. És nekem más a fontossági sorrend is. És ha megkérdeznéd a nejemet, amióta emberekkel foglalkozok 91-től, hogy mennyiben változott meg a fontossági sorrendem,
akkor ezt elmesélné, hogy, hogy nekem mennyiben változott meg a fontossági sorrendem. Tehát ami azt jelenti, hogy nekem első az a küldetés, amit nekem teljesítenem kell. Érted? És csak utána jön minden más. És például a nejem azt mondja, hogy menjek enni, és én éppen a küldetés ügyébe dolgozom, akkor nem megyek enni addig. Még azt nem fejezem be. Érted? Tehát ha például mondjuk én egy napos szemináriumot tartok, akkor eszek reggel 7-kor, meg este olyan fél 10-kor körülbelül. És közben nem. És nem vagyok éhes. Tehát nincs is szükségem élelmiszerre. Érted? Valaki mondta nekem, hogy én hoztam magammal valamit a szocializmusba. És akkor megkérdeztem, hogy mit? Azt mondja, mazovizmust. Ugye az a nagy különbség, hogy én szeretem azt, amit csinálok. Érted? És tudom, hogy van értelme. Tehát most képzeljétek el, amikor elkezdtem, ugye már nem sokan vannak azokból, amikor elkezdtem a ilyen típusú képzéseket tartani főtevékenységbe, és abba elkezdtem szervezni az embereket. Tehát ugye pénzügyi területtel foglalkoztunk régen, abban három pénzügyi területen is piacvezetők voltunk, majd egészséggel foglalkoztunk, ugye azt mondja, hogy 5 éven keresztül, és azután jött az emberek fejlesztése. Ugye addig is fejlesztettem az embereket, csak a vezetőket fejlesztettem a PPA-n belül, egészen ugye 93-tól. Tehát ugye embereket fejlesztettem, csak nem olyan nagy üzemben, mint manapság, tehát nem nagyban, hanem ugye csak tényleg a vezetők kaptak tudást. És 2010-től foglalkozunk azzal, hogy a nagy közönség számára is átadjuk a mindennapokban használható, a problémát megelőző, a problémát megoldó, a célokat megvalósító tudást. Nyilván ennek van célja, ennek a tudásátadásnak. Hát nem a pénz a célja, még mielőtt bárki félreértené, hanem az a célja, hogy az emberek megoldják az élethelyzeteiket, megelőzzék a problémáikat, megoldják a problémáikat, megvalósítsák a céljaikat, és az ember képes erre, akkor egyre boldogabban és boldogabban tudja élni az életét, és az emberek elkezdik boldogabban, egyre boldogabban élni az életüket, akkor egyre szeretetteljesebbek lesznek, és egyre békésebben és boldogabban élik az életüket. Tehát az a célja ennek az egésznek, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És az emberek társadalom szintjén szeretetben, békében és boldogságban élnek, akkor azt úgy hívják, hogy aranykor. Tehát, hogy eljöjjön az aranykor erre a bolygóra. Mert ha ez az aranykor nem jön el, akkor nagy baj lesz. Jó, és akkor majd mindjárt fogok erről egy kicsit beszélni, ha időközben nem felejtem el, vagy nem terülődök el. Szóval a lényeg az, hogy, ugye 2010-től foglalkozunk ilyen kérdésekkel, hogy átadjuk az emberek számára a tudást, és amikor 2010-ben én ezt elkezdtem, ugye van, aki most itt a teremben egy embert olyat látok, aki ennél a kezdésnél itt volt. És lényeg az, hogy, nem nagyon hitték el, hogy ez működni fog. Tehát az akkoriak. Érted? Akkor nem szellemiséggel foglalkozó emberek voltak itt nálunk, hanem az anyagi világgal foglalkozó emberek voltak itt nálunk. És
nem nagyon hitték el, hogy ez fog működni. És ugye 2010 nyarától indítottam el gyakorlatilag a képzéseket, ugye addigra technikailag fölkészültünk erre februártól, és nekem kellett bebizonyítani, hogy ez működik, a szervezésben nekem kellett bebizonyítani, hogy ez működik. És nyilván azóta is bizonyítom, hogy ez működik, mert én ugyanúgy szervezésben részt veszek, mint ti, akik szerveznek. Szóval a lényeg az, hogy én azt látom, tehát én nekem akkor is az volt a fejembe, tehát én láttam előre a jövőt, inkább úgy mondanám, hogy súgták, hogy ez működni fog. Tudtam előre azt, hogy kell a tudás. Tehát tudtam azt, hogy tudás nélkül nem lehet boldogulni. Tehát én már előtte is sok-sok-sok emberrel foglalkoztam, kb. 10 000-rel, hát azóta többel természetesen, de lényeg az, hogy embernem semmi kétség nem volt afelől, hogy az embereknek szükségük van a tudásra. És azt is tudtam, hogyha én olyan dolgot nyújtok az embereknek, ezt már rég tudom 9-es évek elejétől, hogyha én olyan dolgokat nyújtok az embereknek, ami az embereknek hasznos, ami az embereknek jó, ami az emberek javát szolgálja, akkor én sem járok rosszul. És ezért, mivel én ezt tudtam, engem abszolút nem érdekelt, hogy ez most anyagi szempontból ez hogy fog működni. Érted? Mármint számomra, vagy a családom számára. Én azt tudtam, hogyha teszem a dolgom, akkor ez nem lesz kérdés. Az, hogy mi sem járunk rosszul, én sem, meg a családom. Világos ez? Na most, tehát egyáltalán nem arról szólt a kérdés, hogy most ebből hogy fogunk megélni. Lehet, hogy valakinél szólt, mondjuk a nejemnél, vagy másoknak, akik itt voltak mellettem, és ők is elkezdték, de én megmondom, őszinte ennyit se értek el, mert tudtam, hogy jót nyújtok az embereknek, mert előtte is olyannal foglalkoztunk, még a pénzügyi területen, hogy jót nyújtottunk az embereknek, és tudtam azt, hogy ha jót nyújtunk az embereknek, az működik, érted? Nyilván, ha nem lett volna ilyen jellegű tapasztalatom, hogy az ember jót nyújt az embereknek, akkor az működik, akkor lehet, hogy bennem is lett volna kétely. Oké? De akkor is tudtam volna, hogy működik az, hogy ha jót nyújtunk az embereknek, tehát hogy jót tett helyében, jót várj. De nem véletlen az a mondás, bár sokan azt gondolják, hogy igazából azok boldogulnak, akik pont az ellenkezőjét csinálják. Hát aki így gondolja, hogy azok boldogulnak, akik pont az ellenkezőjét csinálják, akkor menjen a bőrébe, bújjon bele, aztán majd meglátja, hogy nem így van. Jó, tehát az a lényeg, hogy olyan dolgot csinálunk, hát nézzük meg, hogy mit csinálunk, jó? Tehát ugye vannak olyan információk, amit emberektől kapok, most azt, hogy szóban kapom, most interneten keresztül, az most részletkérdés, és akkor kapok rá információt, hogy az valós vagy hamis. Tehát bármit, amit emberek föltesznek YouTube-ra mondjuk a világ keletkezésével, vagy akármivel kapcsolatban, tehát az élet vagy az ember működésével kapcsolatban, akkor én kapok rá választ, hogy az most valós vagy nem. Tehát én nem biztos, hogy meg tudom ítélni, de a fentiek azok kicsit okosabbak, mint én, sokkal, és ők meg tudják ítélni, hogy az valós vagy nem valós, és én megkapom válaszba, hogy az most valós információ, vagy nem valós információ. Ha olyan információra van szükségem, amit mit tudom, nem kaptam meg a neten mondjuk, vagy valakitől, nem olvastam, vagy nem hallottam, vagy nem néztem egy előadásba, akkor ugye megkérdezem, és föntről kapok rá információt, illetve hogyha belekezdek egy olyan témába, aminek nem tudom a végét, akkor kiegészítik a végével.
közben, az előadás közben. Tehát lényeg az, hogy, ugye vannak ilyen információi, ezért ugye vannak olyan dolgok, amit nem kellett föntről kapnom, hanem megnéztem a neten, rákérdeztem arra, hogy ez valós vagy nem valós, megkaptam a választ, hogy valós vagy nem valós, és annak alapján ugye elég sok információ van avval kapcsolatban, amit kaptam, meg amit összeszedtem, hogy milyen múlt volt régen. Tehát ez az egész, ez hogy alakult ki? Tehát ez azt jelenti, hogy mondok dolgokat ebben kapcsolatban, ugye tudjuk, hogy ez a hetedik emberiség. Tehát hat emberiség már volt, de eltűnt a földszínéről. Akkor aki esetleg nem tudja, azt is tudjuk, hogy miért tűntek el. Hát azért tűntek el, mert gyakorlatilag visszaéltek a tudásukkal. Tehát az emberi, minden emberiség olyan tudásszintre jutott, ahol nem élt, hanem visszaélt a tudással. Ez a visszaélés nagyon egyszerű, a legtöbb esetben ez úgy volt, hogy az ember az elkezdett itt ezen a bolygón Istent játszani. És akkor fogták a fentiek, lehúzták a redőnyt, kész. És azt mondták, hogy jó, akkor kísérlet nem sikerült, töröljük ezt az emberiséget. Jó, na most ugye tudjuk jól azt, hogy ha mondjuk van egy finanszírozott kísérlet, akkor ez úgy működik, hogy két csoportban indítják el. Az egyik a főcsoport, a másik a kontrollcsoport. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy kontrollcsoport? Az a második csoport, aminek ugyanaz a célja, mint az első csoportnak, hogy ugyanazt a kísérletet hajtsa végre. Na most, a kísérlet célja a következő volt. Ugye mindjárt mondom a célt, de miből indult ki ez a kísérlet? Hát onnan, hogy itt van bennünk egy lélek, tehát itt van a lelkünk. Én nem azt mondom, hogy emberi lélek, hanem a lelkünk egy értelmes energia, egy értelmes energia lény, amit úgy hívnak, hogy lélek. A világegyetemben megteremtődtek ezek az értelmes lelkek, ugye ez a teremtőből teremtődtek meg, és ugye az évmilliárdok során teremtődtek a lelkek, és hát ennek a léleknek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, ez a tulajdonsága nem lenne, akkor gyakorlatilag fejlődésképtelen lenne. Ez az érdekes tulajdonsága pedig az, hogy hatalmat akar magának. Most ha te azt mondod, hogy te egy olyan ember vagy, aki nem akar hatalmat magának, akkor életedben nem veszekedtél volna. Na most én gyakorlatilag nem ismerek olyan embert, aki életében nem veszekedett. Oké? Tehát minden veszekedés az általában vitából keletkezik, a vita pedig abból keletkezik, hogy az illető felül akar kerekedni a másikon. Világos ez? Mert ha nem akarnál valakivel vitatkozni, akkor fognád, ezt ráhagynád. Világos? Ha nem tudod megállni, hogy ne hagyd rá, akkor azért nem bírod megállni, mert felül akarsz rajta kerekedni, méghozzá olyan formában, hogy neked legyen igazad. Na most, ez minden lélekben megvan. Ez egy természetes dolog, ennek nem is kell kinevelődni az embernek, emberből, illetve a lélekből nem is kell kinevelődni. Tehát semmi baj nincs ebben. Na most emiatt viszont hát konfliktusba kerül más lényekkel, más értelmes lényekkel. Világos ez?
És akkor fogta a teremtő, létrehozta a lelkeket, és akkor egy idő után azt vette észre, hogy konfliktusba kerültek vele. Általa teremtett lelkek. Miért még olyat nem láttál, hogy a gyerek vitatkozik a szüleivel? Ja? Tehát lényeg az, hogy emiatt olyat se láttál még, hogy mondjuk a gyerek meg a szülő úgy összevitatkoznak, hogy utána a szülő rá, vagy a szülőre rá se nyitja a gyerek az ajtót. És nem kommunikál a szülővel. Hát ilyenek is vannak. Világos az? Tehát amiatt, hogy a lelkek így működnek, ezért szakadás történt az univerzumban, és egyre több lélek el akart szakadni a teremtőtől. Oké? Hát mondom, ez tipikus az, mikor, mint mikor egy gyerek lázadozik a szüleivel szembe, főleg serdülőkorban. De hát utána is bármikor lehet ez. Szóval a lényeg az, hogy ez egy ilyen alap dolog az emberek lelkével kapcsolatban, hogy az ember is értelmes lélekkel rendelkezik, és a benne lévő lélek az egyszerűen hatalomra törekszik. Tehát azt akarja, hogy neki legyen igaza. Világos ez? Tehát ezen az alapon működik, hogy egy értelmes lény azt akarja, hogy neki legyen igaza. Világos ez? Tehát minden konfliktus ebből fakad, hogy az értelmes lénybe, tehát emberi konfliktus ebből fakad, meg a világegyetemben minden konfliktus ebből fakad, hogy nekik legyen igazuk. Érted? Vagy neki legyen igaza. Na most ezáltal ugye hát olyan jól működő rendszerek borultak fel a világegyetembe, érted? Ami évmilliárdokon keresztül lehetően jól működött. Na most ezért a teremtőnek volt egy gondolata, hogy jó, akkor csináljunk egy olyat, hogy csináljunk egy kísérletet arra vonatkozóan, hogy csináljunk két csoportot, egy csoportot meg egy kontrollcsoportot, és az a végeredmény, hogy olyan lelkeket kell létrehozni, akik megtapasztalják, mi az, hogy jó, de elsősorban mi az, hogy rossz. Oké? Okay? Tehát ami annyit jelent, hogyha egy értelmes lény megtapasztalja, hogy mi a rossz, akkor nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb nem akar magának rosszat. És nyilván előbb-utóbb a jót fogja választani, és nem a rosszat. Világos ez? Na most, de ahhoz, hogy megtapasztalják, ugye ez a két kontrollcsoport elindult, illetve két csoport, kísérleti csoport elindult, ez úgy képzeljétek el, hogy két külön bolygó a világegyetemben, az egyiket úgy hívják, hogy Föld, ahol gyakorlatilag létrehoztak hasonló körülményeket, nyilván tökéletesen azonos nem tudtak, a tökéletesen azonos az, hogy a bolygó mérete, meg az élővilág az, ami egy kicsit különbözhet. De más nem. Na most. És akkor elindították a kísérletet, létrehoztak mind a kettőn egy-egy fajt, és akkor az fejlődjön. Igen ám, de ugye alapvető dolog a léleknél, hogy mivel értelmes, ezért ugye érzelmei nincsenek, csak tudatossága. És mind a két párhuzamos bolygón, nem a naprendszerben van a másik bolygó, jó? Tehát lényeg az, hogy ez teljesen más helyen van, az univerzum másik részében,
elindult a kísérlet, hogy fejlődjön maga az emberiség. És nyilván segítséget beleadtak, tehát kontrollálták a kísérletet természetesen, tehát beleadtak segítséget, itt megtanították egy-két dologra, itt is, ott is, tehát ugyanaz a kísérlet folyt végig, és amikor oda jutott az a fajta élőlény, amit ugye mondhatnánk az, hogy ember, mert most hogy az az ember mennyibe különbözik tőlünk, ez most részletkérdés, de hasonlóan néz ki, ez az ember mennyire tanulta meg azt, hogy mi a jó vagy mi a nem, ha nem tanulta meg, akkor fogták, törölték. Világos? Különböző helyzetek alakultak ki a különböző két bolygón. Ez a különböző helyzet, ez tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk már a teremtőtől levált lények el akarták foglalni, mit tudom én, mondjuk azt a rendszert, amiben ez a bolygó volt, például a naprendszert, és természetesen akkor lehetett olyan, hogy ezáltal mondjuk sikerült is elfoglalni, és ezáltal mondjuk beavatkoztak az emberiség életébe olyan lények, akik nem oda tartoztak, nem ők csinálták a kísérletet, de majd visszavették tőlük ugye a kísérleti rabort, stb. Stb. Mindegy, tehát nem teljesen ugyanúgy alakult a két bolygó. És a végeredménye a lényeg, teljesen mindegy, hogy egy kísérlet végeredményéhez hogy jutnak el. El lehet jutni ilyen cikcakosan, el lehet jutni ilyen nagy kerülővel, vagy mi legyenesen, most tök mindegy. Az a lényeg, hogy eljussanak oda, hogy egy értelmes lény képes legyen szeretetben, békében, boldogságban értelmesen együttműködni másokkal. Jó, hát ugye ez a célja a kísérletnek, és ez a végeredménye is a kísérletnek. Na most, és akkor úgy alakult, képzeljétek el, hogy ugye a mi rendszerünkben beavatkozások történtek, tehát elfoglalták a rendszert, ugye idegen lények, tehát a teremtőtől kivált lények, majd egy idő után visszafoglalták, de ők beavatkoztak ennek az emberiségnek az életében, Ádám után, és egy olyan fajta beavatkozás történt, amit a kísérleti alapkísérletizők nem tudtak, nem tudták azt, hogy közben itt egy olyan beavatkozás történt, hogy az emberbe beiktattak állatigéneket. Állatigéneket. És ezáltal ugye az ember egy olyan fajta működésű lény, ami ilyen kettős elmével rendelkezik, de egyszerre általában a két fél az nem működik, vagy az egyik működik, vagy a másik, az egyiket úgy hívják, hogy érzelem, a másik meg úgy hívják, hogy értelem. Jó, tehát ugye a bal oldal az érzelmi részünk, a jobb oldal az értelmi részünk. És ezelőtt nem volt ilyen faj, amelyiknek ilyen kétoldali működése volt. De ez ugye föl se tűnt, mert hát ugye ez csak akkor tűnik föl, hogy két ilyen fajta működés van, hogyha már bizonyítja az ember ezt a fajta működését. Tehát egy jó állapotú ember az az értelme alapján működik, egy rossz állapotú ember pedig az érzelmei alapján működik. És ebben volt más ugye ennek a kísérleti csoportnak a végeredménye, amiben most vagyunk, hogy itt egy olyan faj van, amely hát ben emberi gének is vannak, ennek köszönhetően fél a legtöbb ember, sőt minden ember képes arra, hogy féljen. Na most egy olyan ember, amikben nincsenek érzelmei, az meg nem fél. Na most igen ám, de közben rájöttek, akik visszafoglalták ugye ezt az univerzumot, vagyis ezt a részét ennek a kísérleti dolognak, hogy mi ezzel a fajta működéssel jó alanyok vagyunk. Több szempontból. Mert viszonylag hamar meghalunk.
Ezáltal hosszú ideig nem tudjuk csinálni a saját hülyeségeinket. Tehát ez az átlag, mit tudom, 60-65 év, amin itt a bolygón élnek az emberek, hát ez nem túl hosszú. Ahhoz képest, hogy élhetnék mondjuk 1500 évig is. Most képzeld el, most a legtöbb ember mondjuk 1000 évig élne, csak most mondtam valamit, eleve mennyien lennénk? Egy, kettő. Mondjuk egy olyan ember, akinek épp itt volt az ideje, hogy meghalt, az még képzeld élne, még 940 évig. Király lenne. Tehát nem annyira jó lenne. Na most, tehát ebből a szempontból ez tök jó, mert hamar meghal, azt akkor újból indulhat a dolog, avval az emberrel, ez az egyik, majd arról is beszélek, hogy mi. Tehát másik dolog, hogy nem kell létrehozni az ilyenfajta embernek külső problémákat. Mert mivel állati ösztönökkel rendelkezik, ezért saját maga létrehozza belülről a saját problémáit az ösztönei miatt. Tehát ez baromi jó a kísérleti kutatónak, érted? Tehát ez baromi jó, mert nem kell generálni problémákat, nem kell. Hát szépen maguk létrehozzák a problémákat maguknak. Tehát amikor ugye, ha nem lenne mondjuk érzelmünk, akkor problémákat kellene itt létrehozni a bolygón, érted? Azért, hogy megéljünk problémákat, megtapasztaljuk a rosszat. De ezt nem kell csinálni, mert az állati működésünk folytán simán létrehozzuk magunknak a saját problémáinkat. Tehát erre is rájöttek, hogy ezáltal ez így tök jó, mert hogy kevesebb munkát igényel, nem kell annyi problémát létrehozni, mert az ember ezáltal a működés által simán létrehozza maga a problémákat. Na most, nem az a lényeg, hogy a testünk túléljen. De nem ez a lényeg. Na most, hogy egy olyan faj él túl, amelyben állati gének vannak, vagy egy olyan faj él túl, amelyikben nincsenek állati gének, az most ebből a szempontból részletkérdés. Ez nem cél. A cél az, hogy olyan lelkek fejlődjenek ki a testeken keresztül, amely képes szeretetben, békében és boldogságban élni. Nem tudom, értitek-e. Tehát ez a test, ez nem cél, hogy tovább éljen. Ez a test eszköz ahhoz, hogy megtapasztaljon a lélek könnyebben dolgokat, érted? Hogy sokkal több rosszat tudjon megtapasztalni, hogy ne akarja a rosszat, érted? Világos ez? Tehát ez a test, ez nem túlélési cél a fentiek számára. Ez a test csak egy nagyon jó eszköz a kísérletre. Tehát nagyon jó eszköz arra, hogy az emberek maguk hozzák létre a saját problémáikat. Tehát, hogyha nem lenne érzelmünk, akkor sokkal, de sokkal kevesebb problémát hoznánk létre magunknak. Világos ez? Tehát sokkal hosszabb időbe telhetne esetleg, hogy megtapasztalj annyi problémát, mint amennyit így megtapasztalsz. Világos? Na most gondolj bele, amiről már tudod, hogy rossz, azt magadnak nem akarod. De amiről nem tudod, hogy rossz, azt simán magadhoz veszed. Érted? Mondok egy példát, itt tudom én. Eszik valaki gombát, amiben mondjuk bekerül valami mérges gomba. És ezáltal rosszul lesz, mit tudom, lehet, hogy kórházba is kerül, stb. Stb.
Majd utána a nagy része azoknak az embereknek, akik mondjuk gombamérgezést kaptak, soha többet nem esznek semmilyen gombát. Érted? Tehát magyarul eltaszítja magától azt a rosszat, amit megtapasztalt. Világos ez? Tehát az ember így működik. Nem gondolkodik azon, hogy, mit tudom én, ha jól megvizsgáltatom azt a gombákat, akkor nem lesz benne mérges, és, attól nem lesz semmi bajom. Nem. Hanem egyszerűen soha többet nem eszik gombát. Most mondok példát. A nagyobbik fiam imádta a főtt kukoricát. És egyszer nem voltunk Szabolcsba, és, főzött, akinél voltunk, főzött kukoricát, csak benne hagyta a levében. És ezáltal nyáron. És megromlott. Így van, megromlott a kukorica. És abból adott a fiamnak. És a fiam rosszul lett tőle. Hányt, stb. Stb. Azóta, nem tudom hány éves volt, vagy 8 éves, azóta nem eszi kukoricát, főtt kukoricát, érted? A fiam. Szóval lényeg az, hogy így működik az ember. Hogy tehát ezáltal az reaktív elméje miatt működik így, érted? Nem az esze miatt, mert az esze azt mondaná az embernek, hogy hát jó, rosszul lettem tőle, én lettem például rosszul dinnyétől, mert már romlott, tudod, kezdett megromlani. És megettem, ez így gyerekkoromban volt, megettem és rosszul lettem, hánytam én is, minden bajom volt tőle, meg lázas is lettem tőle. És én attól függetlenül én azóta is eszem a dinnyét. Érted? Csak legfeljebb jobban figyelek rá, hogy milyen dinnyét eszek. Ennyi. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy ugye az ember képes arra, hogy használja ugye az értelmét és, gondolkodjon, de ha valaki nem használja, akkor, is megtapasztalja azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és mi a rossz nem kell neki. Tehát ezáltal a fajta működésünk révén ugye sokkal könnyebben megtanuljuk azt, hogy a rossz ne kelljen. Na most, de van egy gond ezzel kapcsolatban. Az a gond, hogy viszonylag rövid az élet, és egy élet során elég, elég nehéz megtapasztalni sok rosszat. Bár ti úgy érzitek, hogy sok rossz ért benneteket, de azért érzed így, mert nem foglalkozol, nincs csapatod. Mert nincs csapatod. Ugye én nekem van 91 óta csapatom, és ugye most van a legnagyobb csapat, tehát soha nem volt ekkora csapatom egyszerre, mint most. Ami azt jelenti, hogy ugye mivel nagyobb a csapatom, mint valaha, hát ugye több megélésem van emberekkel kapcsolatban, mint valaha. És ugye sok élethelyzetre látunk rá feleségemmel. És nagyon sokszor megállapítottuk már azt, hogy nem semmi élethelyzetek vannak. És ahhoz képest, amit mi megtapasztaltunk, megéltünk addig, amíg találkoztunk mondjuk egy, olyan élethelyzettel, amire azt mondtuk, hogy nem semmi élethelyzetek vannak, előtte már rengeteg más élethelyzettel találkoztunk, érted? És annak ellenére azt mondtuk, hogy hát nem semmi élethelyzete van. És akkor valaki, mit tudom én, elkezd problémázni, akkor tudod, miért problémázik? Mert nem lát rá másokra, hogy az ő problémájánál százszor rosszabb problémák vannak, vagy százszor nagyobb problémák vannak. Érted? Na most mi nekünk van egy szerencsés helyzetünk, hogy rálátunk arra, hogy mekkora problémák vannak, érted? És a mi problémáink az eltörpül mások problémáihoz képest. Na most te meg ezt nem látod, ha nincs csapatod, nem látsz rá. Érted? Na most ezt miért mondom? Mert ugye ez a átlag 60-65 év, amit itt élnek az emberek a Földön, ez nem elég ahhoz, hogy megtapasztalj élethelyzeteket.
ezért ugye azt szokták csinálni, hogyha nincs megtapasztalás, akkor beül az ember mondjuk tizenévesen az iskolapadba, egy olyan iskolapadba, sőt nem is tizenévesen, mit tudom én, tizenéves alatt, kor alatt, ilyen 6-7 évesen beül az iskolapadba, és élete végéig tanulmányozza az élet és az ember működését, úgyhogy nincs családja. Ezt úgy hívják, hogy kolostor, vagy úgy hívják, hogy buddhizmus, ahol nincs család, és élete végéig tanulmányozza az élethelyzeteket meg a problémákat. Világos? Tehát tanul a problémákról meg az élethelyzetekről. És gyakorlatilag meghal mondjuk 70 évesen, csak most mondtam valamit, és 65 évet végig tanult. Ezáltal, a tanulása által egy olyan magas lelki szintre föl tud jutni, érted? Hogy ismeri az összes jót meg a rosszat, ami létezik, mert az egész életét avval töltötte, azon csak annyi volt, hogy éppen aludt, vagy evett, vagy tisztálkodott, na akkor nem foglalkozott a tanulásával. Világos ez? Család nyista, munka nyista, csak tanulás. Világos? Tehát nincs gyógyszerás munka, hanem napi 12-14 óra, hát mondjuk 14 óra tanulás. Érted? Mondom, úgy hívják, hogy kolostor, vagy úgy hívják, hogy buddhizmus. És ezáltal ugye ő megtanul olyan helyzeteket, olyan élethelyzeteket, amit emberek éltek meg, érted? És olyan tudást és tapasztalatot merít ezekből az élethelyzetekből, ami össze vannak gyűjtve, érted? Hogy olyan szintű tudásra tesz szert mondjuk 70 éves korára, ami által ő itt hagyhatja a bolygót. Világos ez? De nekik nincs életük, csak tanulás. Világos? Na most, akkor vannak a többi ember. A többi ember, azok ti vagytok. A többi ember meg azt csinálja, hogy dolgozik a túléléséért, tanulás nyista, vagy csak nagyon minimális mértékű. Érted? És akarnál egy felsőbb létformába bekerülni, tudat alatt természetesen, mert még a legtöbb ember azt se tudja, hogy létezik ilyen, de a tudat alatt ugye a legtöbb ember akarna egy magasabb létformába bekerülni, de nem tud bekerülni, mert nincs tudása a rosszra és a jó közti különbségre. Érted? Ezt akkor hogy akarod megoldani ezt a helyzetet? Én tudom a megoldást, de te hogy akarod megoldani? Tehát ugye addig, míg az ember nem tud ebből a létformából kikerülni, akkor addig az van, hogy leél egy életet, annak alapján lesz egy tabularáza, ami azt jelenti, hogy lesz egy kielemzése az életének, a halála után természetesen, ahol már nincs test és nincs ego. Tehát valaki elhagyja ezt a földi létet, akkor utána rátekinthet a teljes életére, teljesen tudatosan, mert a testből kiszállt a lélek, és nincs befolyásoló tényező, nincs reaktív elme, nincs érzelem, reálisan tudsz rátekinteni a saját életedre, hogy mit csináltál ebben a létedben, és reálisan látod azt, hogy nincs ego, mert az is testi kérdés, meg az is reaktív elmés kérdés, nincs ego, mindent reálisan ránézel, és megállapítod azt, hogy basszus kulcs, ezt is szerződtem, azt is, ezzel is rossz viszonyba kerültem, ezt se hoztam erre,
stb. Stb. És akkor utána bevállalod azt, hogy a következő életedben azokat, amit elcsesztél, helyrehozod, meg még megpróbálsz minél gyorsabban fejlődni. Ezt bevállalod, erre ugyanúgy nem csináltad meg a következő életedbe, majd ugyanúgy ránéztél a létközi állapotban a saját életedre, majd megint rájöttél arra, hogy miket hibáztál, majd megint bevállaltad, hogy újra kellene születni, hogy kijavítsd, stb. Stb. És ezt akarod csinálni, amíg a világegyetem világegyetem. Hát ezt úgy hívják, hogy rabszolgalét. Nem is rabszolgálat, inkább úgy mondanám, hogy börtön. Ezt úgy hívják, hogy börtön. Te a testedbe be vagy börtönözve. Van benned egy lélek, és az a lélek betbörtönözték ebbe a testbe. Ugye ez a test azért is jó, mert nem bírunk belőle kimenni, mint lélek. Mert a lélekként kilépnél a testedből, akkor egy pillanat alatt a föld bármely pontján tudnál lenni. Máshol nem nagyon, mert nem engednek, hogy elhagyd a bolygót. De a földön bármikor, bármilyen pillanatban ott tudnál teremni. Na, de nem is ez a lényeg. Most akkor gondold végig, ilyen életet akarsz magadnak? Tehát évmilliárdok vannak hátra, és akkor egy olyan létformát akarsz, hogy megszületsz, csinálod a hibáidat, majd nem jutsz a végére, hogy olyan fejlettségi szintre juss, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni, ezért ismét fogják, és visszakerülsz egy tudatlan létállapotba. Az micsoda, az a csecsemő, úgy hívják, előtte kitörlik teljesen az összes tudást, amit az előző életedben hoztál, illetve csináltál, beszületsz egy csecsemő testbe, érted, akkor megint elkezdesz tanulgatni. Senki olyan, aki nem úgy csinálta, mint ahogy elmondtam, tehát úgy, hogy beült egy kolostorba, és 6 éves korától végig, élete végig tanult, vagy mit tudom én, elment olyan vallásba, mondjuk buddhizmusba, ahol 6 éves kortól tanult, érted? Azokon kívül igazából én nem tudok olyanról, hogy valaki képes lett volna arra, hogy egy élet során fölemelkedjen arra a szintre, hogy följusson egy magasabb létformába. Eddig. Érted? Eddig mondom. Na most akkor gondold végig, szükség van 320 millió tanítóra a bolygón, akik átadják az emberek számára a tudást. 320 millió tanító. Ez a 320 millió tanító, most ha mondjuk azt mondjuk, hogy 8 milliárd a bolygó, annak a 80%-a az 6,4 milliárd ember. A 320 milliónak 6 milliárd embert kell tanítania. Tehát a 300 milliónak 6 milliárd embert kell tanítania. Na most, ha 6 milliárd embert tanítanak, és ők vannak 320 millióan, akkor az elég sok tapasztalat, nem? Azért 300 millió ember, meg 6 milliárd ember elég sok tapasztalatot meg tud élni. Nem? Ami azt jelenti, hogy most lehetőséget kaptatok arra, hogy létrehozzatok csapatot. Ez 2010-től. Létrehozzatok csapatot. A csapat tapasztalat, a saját csapat tapasztalatából tanulva, okulva, rájöjjetek arra, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, és mi az, amit csinálni kell. Világos? Mi az, ami tisztességes, és mi az, ami ártó? Mi az, ami becsületes, és mi az, ami becstelen? Mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami erkölcstelen? Érted? Rájöjj, mert különben soha életben nem tapasztalnád meg a jelenlegi formában az életedben azt, hogy legyen annyi rálátásod emberi életre. Érted? Ezt megkaptátok lehetőségként.
De a nagy részetek nem él vele. És nem értem, hogy miért. De hát a te dolgod ez, a te dolgod, nem az enyém. Én megyek előttetek, töröm az utat, kapom az információkat, átadom az információkat, olyan vagyok, mint a hogy is mondják? Nem, tudod, amelyik, mint a papagáj, tudod, hogy megtanul valamit, vagy meg hozzájut valami információhoz, azt továbbadja, tudod. Igen. Érted? Tehát ugye nem marad meg bennem semmi, amit kapok információt. Lényeg az, hogy átadom az információkat, sokkal könnyebben tudtok haladni, mint ahogy én haladtam. Szervezésben sokkal könnyebben haladnak nulláról emberek, mint ahogy én elindultam nulláról. Érted? Tehát sokkal könnyebb dolgotok van, aztán mégis gondolkodtok azon, hogy vajon mi lehet az én feladatom ebbe az életbe, az én küldetésem, mert nem az enyém, hanem a tiéd. Tehát itt foglalkoztok olyan dolgokkal, ugye nem azt mondom, hogy ne foglalkozz azzal, hogy tele legyen a hasad. Ne foglalkozz azzal, hogy ne legyél szomjas. Hát nyilván ezekkel, nyilván foglalkozni kell az, hogy ne essen az eső a fejedre. Nyilván, érted, hogyha mit tudom én, lukas a tető, akkor be kell foltozni. Szóval nyilván ilyenekkel kell foglalkozni. De én ugye azért megkérdezném, hogy olyanokkal miért kell foglalkozni, amit más is meg tud csinálni. Most mire gondolok? Tehát mit tudom én, olyan dolgokat csinálsz meg mondjuk a felnőtt gyereket helyett, amit ő is meg tudna csinálni. Érted? Akkor mit tudom, olyan munkát végzel, amit más is meg tudna csinálni, nem csak te. A foglalkozásodban. Én nem azt mondom, hogy holnap hagyd ott. De én úgy látom, hogy a legtöbb ötöknek nincs olyan célja, hogy mondjuk minél előbb kikerülni abból a mókuskerékből, amiben benne vagy. Ha pedig kéne, hogy legyen. Na most, ha ilyen célod nem nincs, akkor nem is fogsz kikerülni a mókuskerékből sose. De akkor nem is lesz számodra lehetőség arra, hogy magasabb szintre lépjél. Tehát milyen magasabb szintre? Hát lelki szintre. Vannak a lelki szintek, mindjárt oda megyünk. Tehát ugye, ha megnézem az arányokat, akkor azt mondom, hogy akik itt tanulnak, annak egy kisebbik része már ezen a szinten van. A nagyobbik része az még ugyanitt itt van. Tehát akik itt tanulnak, azoknak mondom. Tehát akik itt tanulnak, hiába itt tanulnak, még mindig túlélés vagy biztonság szintjén vannak. Egy része már itt van ugye a hármas szinten. Ugye kik azok, akik a hármas szinten vannak, akiknek az életük részévé tették a tanulást. Tehát akik az életük részévé tették. Ami azt jelenti, hogy amikor az élő adások vannak, ők ott nézik, vagy itt vannak személyesen. Érted? Illetve azok is, akik elkezdték szervezni már az embereket. Na most, de ahhoz, hogy az ember magasabb szintre lépjen, a csapat nélkül nem megy. Saját csapat nélkül nem megy. Tehát saját szervezés nélkül nem megy. Tehát hogy fogod megtanulni saját szervezés nélkül az emberek? Tehát az élet által létrehozhatott nehézségeket, hogy te ne akard a nehézségeket. Mert te akarod a nehézségeket, szó szerint. Te akarod.
Hát te hozod létre. Hát ha nem hoznád létre, akkor nem akarnád. Nem? De nem akarnád, akkor bolond lennél létrehozni. Hát az összes nehézséget az életedben te hozod létre. Mindent. Ha valaki azt hiszi, hogy a saját nehézségeit nem ő hozza létre, akkor az nem, az buta. Na, ilyen egyszerű. Ez tudatlan. Ennyi. Ennyi. Na most, sőt, azt is te hozod létre, hogyha olyan problémákat veszel magadra, ami nem is te problémád, hanem másé. Hát azt is te hoztad létre. Hát miért veszed föl más problémáját? Ennyi. Nem? Tehát mindent te hozol létre. Hát tessék már belátni. Ránéztem az órára, jól elment az idő. No, hát majd itt folytatjuk, jó valamikor. Hát ennyi fért bele. Szóval a lényeg az, hogy ez az egyetlen hely, ahol te úgy tudsz egy magasabb létformába majd bekerülni, érted, hogy lesz saját csapatod, és a saját csapatod, vagy lehet saját csapatod, szervezhetsz saját csapatot, és a saját csapatod élethelyzeteidből tudsz tanulni. Érted? Nem kell könyveket elolvasni, hanem megélsz, amit meg kell élned. Mert úgyis eléd rakják azt, amit neked meg kell élned. És mennyivel egyszerűbb, hogyha nem kell személyesen megélned, hanem majd valaki megéli a csapatban, te meg csak látod, és esetleg tanácsot adsz, hogy élje meg azt a, jobban azt az élethelyzetet, mint hogy te neked kell. Hát egy eleve úgy működik, ha bizonyára tapasztaltátok, hogyha te élsz meg egy élethelyzetet, akkor azért nem tudod megoldani, mert egyszerűen, mit tudom én, depresszióba, vagy haragba, vagy ellenségességbe esel a probléma miatt. Hát nézd meg, hát amikor te, mit tudom én, depresszióba vagy, félelembe vagy, haragba vagy, ellenségességbe esel valamilyen probléma miatt. Mikor tudta akkor bármit megoldani? Jól. Meséld már el nekem. Soha. Soha. Nyilván, hogyha valaki más él meg egy élethelyzetet, azáltal ugye nem te éled meg ezt a problémát, ezáltal nem téged húz le az a probléma, ezáltal te képes leszel gondolkodni. Világos, ez nem egyszerű képlet. Ő azért nem képes gondolkodni, mert a probléma lehúzza. Ez megint az érzelmeink miatt van, az állati működés miatt. Tehát csak akkor vagyunk képesek gondolkodni, sőt venni az üzenetet, vagy akár a lelkünkre hallgatni, hogyha jó állapotban vagyunk. De a legtöbb embert a probléma lehúzza, és már is nincs jó állapotban. És mennyivel egyszerűbb, valaki rossz, ott van a csapatban, van egy problémája, rossz állapotba kerül, ő ideges vagy, bánatos vagy, akármi, mindegy, te viszont jó állapotban tudsz maradni, és tudsz neki segíteni. Érted? Hát nyilván nem úgy, hogy te oldod meg a problémát, hanem szépen elkezded gondolkodtatni az illetőt, és ezáltal följön a hangulatban, és utána rávezeted szépen a megoldásra, és akkor meg tudja oldani az élethelyzetét. Érted? És ebből tudsz tanulni te is. Hát ezt hívnák coachingnak. Csak nem idegeneket kell coachingolni, hanem csapattagokat. Érted? Szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot találtak ki számunkra, csak nem éltek vele kellőképpen. Tehát a csapat az nagyon jó dolog. Tehát nagyon jó dolog. Tehát nagyon jó dolog. Nagyon sok mindent lehet a csapatból tanulni. És főleg azért, mert ugye olyan problémákat, én azt látom, hogy az emberek olyan problémákat kapnak a csapatukban,
amiből biztos, hogy ők is tanulnak. Sőt, sok esetben tükör. Tükröt kapnak. No, hát ennyi fér bele az első részbe. 20 perc szünet után probléma megoldó coachképzésünk lesz, egészen 4-10-ig, további szép estét, és természetesen boldog új évet mindenkinek. Jó? Tehát nagyon boldog új évet kívánok nektek. Jó, 20 perc szünet után akkor jön a képzés. Jó szünetet mindenkinek, szép estét, szeretlek benneteket, sziasztok!